Gamager.com, eredeti játékok olcsóbban, kuponkód Oscar. Hát szerbusztok, kedves embertársaim! Én Oszi bácsi vagyok, és ez itt nem más, mint a Rage végjátszásom következő része. Időzítőt beraktam, beindítottam, még annak idején emlékszem, még a Blood idején gondolkoztam azon, hogy veszek egy konnektorba dugható időzítőt, és azt mindig felhúzom 30 percre, hogyha olyan játékkal játszok, ami nem pályákra osztott, és kész. Amikor az elkezd csörögni, akkor kész, kinyomom a felvételt és elbúcsúzok. De aztán rájöttem, hogy ne légy hülye. Hát mondjuk akkor még nem volt okos telefonom annak idején, a Blood idején. De hát a sima mobilomban is volt ilyen visszaszámláló, úgyhogy végül is azt hiszem, hogy azzal oldottam meg, vagy valami ilyesmi. De lehet már volt akkor okostelú, nem tudom, mit tudom én. Na, lényeg az, hogy még nyomok most egy részt. Ba. És... szuper lesz. Láttad azt a nyelvcsapást? Szuper. Szuper lesz. Elizabeth nénihez vissza kell menni. Oké. Okay. Ja igen, itt vagyunk. Ilyen szép felhők vannak az égen. Várjál. Zombilag, én akarom. Oké, okay, menjünk. Varázslatos módon nem nagyon sérült a kocsim. De jó. Faszagányok vagyunk, gyerekek. És felnőttek. Bizony. Felnőttünk a feladathoz. Uhú! Melbimbómat nem találjátok meg. A lövedékeitekkel. Melbimbótlanító kísérleteitek. Kísérletetekkel nem értek el semmit. Nekem acélból vannak a mell bimbaim. Oké. Mindjárt otthon vagyunk. Jaj. Jaj. A visszapillantó tükör letört, mind a két oldalon szinte. Nem is volt. Egyébként, de nem baj. Virtuális értelemben véve. Hoppá. Hamarabb kattintottam az egérrel, mint gondoltam, hogy kéne. Na, javítsuk meg a cuccokat. Szerencsére eléggé semmibe nem kerül a javítás. Jó, akkor forráskútba belépünk. Nyomok is egy mentést, Elizabethhez vissza kell menni. És tulajdonképpen miért? Azt mondja, hogy vajon mit tudok csinálni. Oké, ezt az árfeltörőt az összeset lecsináljuk. Csillagbumerángot viszont már ilyenkor nem tudok. Uh-huh. Kötszerből is kő az összes. Adjad idefele. Jól jön az. Jól jön. Na nézzük meg a küldetéseket. Tehát akkor azt mondja, hogy, ja, hogy Marshall kapitányt kiszabadítottam. Oké. Okay. Jól van. Akkor let's go. Jó, akkor bemegyek a bárba bele. Kilőttem egy-két banditát. Így az utak tiszták maradnak. Itt van, amit ígértem. Nagyszerű, 30 dolcsajcs. Dolcsajcs. Na most már itt tovább tudunk menni. Elizabeth kártya megvan. Csak olyan.
Örülök, hogy visszatértél, és köszönet még egyszer a megmentésemért. Elizabeth mondta, hogy te egy olyan ember vagy, akiben megbízhatunk, aki segít nekünk harcolni a hatóság ellen, de most azután, ami a börtönben történt, a hatóság tud róla, és azt is tudják, hogy a bárkák egyikéből származol, ami azt jelenti, hogy keresni fognak, és hidd el, nem akarsz a kezükre kerülni, szóval tetszik vagy sem, de üdvözöllek az ellenállásban. Vája. Sok szar feliratot kikapcsolom. Ja, hogy csak bekapcsolni, meg ki lehet, ilyen mellékes feliratokat is felír, vagy kiír a játék. A csoportunk kicsi, de elszánt, minden lehetséges módon harcolunk a hatóság ellen. És ebben a világban az információ az erő. Fogadni mernék, hogy a te ID meghajtód még mindig a te bárkádban van. Te, mint mindegyik bárka túlélő, hozzá van kötve egy ID meghajtóhoz, egy mikro meghajtó, ami fontos információkat tárol a bárka programról, olyan információkat, mint a többi bárka helyzete, ellátás, gyorsítók, DNS feljegyzések és még ki tudja mik. A lényeg, mindegyik meghajtó tartalmaz egy egyedi kirakós darabkát, szóval ahogy azt sejted, azok a meghajtók iszonyatosan fontosak mind a hatóságnak, mind az ellenállásnak. Nincs sok idő, most már tudják, hogy van egy túlélő, akit elveszítettek. Keresni fogják a bárkádat, vissza kell menned oda, és meg kell szerezned azt a meghajtót. Megérted, mennyire fontos ez? Ja. Kitűnő. Mindegyik meghajtó DNS kódolású, keresd a bio letapogatót az irányító rendszerben, és használd, hogy megszerezd a meghajtódat. Sok szerencsét, és siess! Ne pocsékold az időt, meg kell szerezned az ID meghajtót, a rajta lévő információ létfontosságú lehet az ellenállás számára. Jól van, cica baba. Megyek, és akkor megszerzem. Mert miért ne? Hopp, egy térkép, valami műholdas felvételnek tűnik. Lehet játszani is egyébként ezzel a fickóval, de ez egy nagyon hülye játék, ilyen 5 dollárban lehet fogadni. Hát megmutatom akkor, hogy... és akkor, hát végül is lényeg az, hogy úgy kell csapkodni ugye a késről, ne szúrjuk meg a kezünket. De igen, szóval, hogy hamarabb kell nyomni. Tehát van egy ilyen kis késleltetés. Még szerencsé, hogy gyorsan regenerálódunk. Hát, nem értem, nem mindegy szar. Hülyeség. Oké. ID meghajtó. Nézzük meg a mellékküldetéseket, hogy egyáltalán mi az, ami most terítéken van. Van-e egyáltalán bármi lényegesnek tűnő dolog? És van. Azt mondja, hogy csereüzlet. Fekete serif üzletet köt a hatósággal. Szükségünk van egy mesterlövészre, aki fedezi a serifet. A hatóság biztos, hogy rosszban sántikál. Ha elfogadod, akkor a meló azonnal indul. Tartsd életben, fekete serifet is megjutalmazunk. Hát, próbáljuk meg, bár nem szeretem az ilyen kempelős missziókat. De megpróbáljuk teljesíteni. Honnan lőnek? Honnan? Mi ez? Honnan? Az anyátokat. Mi történt?
onnan is lőnek. Miért fújok bele mindig ebbe a mikrofonba? Nem tudod? Királyok vagyunk, gyerekek. Nagyszerű. Akkor mehetünk is. Minimum, ha ilyet csinálok, akkor recsen egyet az orrom. Nektek szokott? Más irányba is, de nem mindig. Na, természetesen nem gyalogosan fogok menni a pusztaságba bele, hanem garázsos túl. Elhagy, és pusztaság. Yeah! Hoppá. Na, akkor mehetünk is. A chipünket megszerezni, nincs olyan nagyon messze, ugye? Gyakorlatilag most a játék elejére kell visszamenni. Ott, ahol ugye ránk talált az a fickó. Megmentett ugye a mutánsok elől. Mutánsoktól. Legyünk pontosak. Szépen itt bekanyarodok. És aztán gyönyörűségesen. Igen, ez már most itt le van, nincs lezárva. Amúgy visszafelé a kereskedőhöz lehet, hogy beugrunk. Ebben csak egyfajta töltény van, úgy látszik. Távcsöves töltények. Jó az nekünk. Na. Igen, a játékban, hogyha nem szállunk be a kocsiba, amikor jön a fickó, hanem így elindultunk volna ebbe az irányba, akkor lekempelnek. Tehát nem látjuk, hogy kik, meg hogy honnan lőnek, de így puff, egyszer csak koponyán lőnek, az kész. De igazából itt most szépen felmászok. Találd meg az ID meghajtót a bárkában. Érted? ID software. It software. Bírnám, hogyha a kvéköt lenne az. De nem. Csak egy meghajtó kiadva. Marshall kapitánynak el kell vinni. Hello! Különleges fegyverrel lőnek már ezek. Hú, mekkora cigánykereket nyomott. Oké. Túléltük. Igen, ilyen nehézségi fokozaton már az első segélycsomagok azok sokkal pontosabbá válnak. Persze a csillagbumeránk sem rossz, csak hát... Jó, mehetünk vissza.
Hopp, várja. Hát vagy várjál már, most minek gyalogoljunk annyit. Ide be, jövünk, ez kész. Egy Y kanyar csinálok. És már mindjárt mehetünk is majd haza. Le lehet ugrani? Le-le? Nyáááát! Na, akkor most eladom neked a cuccokat. Itt vannak ilyen gyógyító cuccok, látod? Na jó, akkor mit tudok eladni? Vagy mit ajánlasz egyáltalán? Na akkor nézzük meg, hogy mi az, amit el kell adnom. Jaj. Jó, töltényeket nézzük meg. Jaj, még itt vannak. Ez nem kell. Sima pisztoly töltény, ez nem kell. Ez mi volt? Valami leesett. Hát neked ez se kell nekem. Jó, hát azt hiszem, hogy ennyi. Na, akkor vásároljunk. Nézzük csak meg, gyakorlatilag ebből van bőségesen. Hát igazából... 30 darab nem árt, hogyha van azért ebből. És tulajdonképpen mit is mondtunk, hogy rakéta kell, ugye? Most azt nézem, hogy ilyen ez a robbanó, durranó rakéta. Vagy mi sörét. Csak ennyi lőszer típusod van? Mindegy, jó lesz. Hát igen, ez csak egy ilyen pici telephely. Azért a városban sokkal komolyabb ellátmány van. Jó van, akkor mehetünk. Nyomok már egy mentést. Jó, hogy már fejből tudom az útvonalat. Nem kell a MIDI térképet sem mindig nézni. Feltét meteorok hullanak. Halleluja. Nem mindegy, nem érdekel. Annyira nem lényegre. Zej. Ez a komment. Már meglátszik, hogy már késő van, kicsit fáradt vagyok ilyenkor. Reggel jó videózni, akkor vagyok a legkipihentebb. Annyira van, mert alvásból jövök. Érted, alvásból jövök. Na, kell valamit javítani rajta? Yeah. Let's go! Tét kalács, akarás után mehetünk is tovább. Úgy van, mindjárt lejár az idő megint. Ó, ma nem alszik itt. Na hát... Mik vannak? Kitűnő munka, nagy segítség vagy az ellenállásnak. Orrom ezt a meghajtót Lászárnak, amint visszaértünk a bázisunkra. Remélhetőleg képes lesz megnyitni azt, ami rajta van. Lászár, ez a rendőrakadémia jut eszembe erről. Lászár tábornok vagy ezredes? Az idő ellenünk dolgozik. Hát igen, van még mit elintéznünk, mielőtt elkaptak, úton voltam a régi hatósági kutatóközpontban, a halott városban, valamiféle bizonyítékot kerestem arra, a hatóság mit is csinál a mutánsokkal. Halott város. Jelentéseket kaptam, hogy a hatóság újra programozza a nanotira, és arra használják, hogy alapja kerül a büntetésre. Köszönöm figyelmüket, mutánsok... Mi? Nem tudom, össze-vissza írnak itt mindent.
Igen, szóval mint fegyver, de nem tudjuk igen. Figyelem, polgárok, kell az az adat, lehet, hogy van rá mód, hogy megfordítsuk a folyamatot, de csak ha jobban megértjük a mutáns kísérleteket. És ha másra nem is, de arra felhasználhatjuk ezt az infót, hogy felfedjük a hatóság titkát. Szóval barátom, mielőtt elmegyünk, segítenet kell megkeresni nekünk azt az adatot. Jó. Alright. Azt gyanítjuk, hogy találhatsz másolatot az adatokról a régi szervereken, de ahhoz, hogy elérd őket, fel kell menned a kutatóközpont épületének a tetejére, és meghatározni a hálózati szoba helyét. A főszerver ott lesz valahol. Keresd meg azt az adatot, és akkor nagy szolgálatot teszel az ellenállásnak, mit gondolsz, menni fog, barátom? Yes, sir. Ne feledd, a hatóság tudja, hogy a környéken vagy, és keresni fognak. Vegyél ki mindent abból a dobozból, amire szerinted szükséged lehet, most pedig menj, és sok szerencsét. Mindenre. Mind nekem, minden kell. Jó, még akkor mielőtt megyünk, elmegyek szépen, és akkor bevásárolunk a helyi boltostól is, mert azért az az igazi. Ez a ládika. Na, milyen lőszer típusaid vannak? Igen. Púzus töltet. Na, azt mondja, hogy ha biztos akarsz menni, ne érd be kevesebben. Igen, a herakéták, tehát igen, ezt beszéltük, hogy ugye kétféle rakétatípus van. Igen, viper a rakéták, a végzett hőkövető rakétai csak járművek ellen. Na most várjál, ja, hogy igen, ezt járművek ellen is lehet használni, és gondolom, hogy mondjuk emberi célpontok ellen is elég jó. Ahogy ezt láthattuk, jó szolgálatot tett, viszont drágább, mint a sima rakéta, úgyhogy lehet, hogy inkább a sima rakétából fogok feltankolni. Hú, ez aztán megcsappantotta rendesen a tárat, de hát, na. Majd még azt akarom megnézni, hogy sima lőszerből hogyan állok. Távcsövesből van még elég sok, sörétből is. Igen, inkább ez. Ez az, ami már fogytán van, ez legyen azért ez is. Jó, maradjon is azért valami. Jaj, ilyen tervrajzokat is lehet. Milyen tervrajzok vannak nála, nézzük csak meg. Dagi mami, hát duronó rakéták vázlata. Ja, mondjuk ez nem rossz. Oké, majd megnézem akkor, hogy mit tudunk összerakni. Most akkor azt nem tudom, hogy ebből mennyit. 11. Tehát akkor 8 darabot csinál egy ilyenből. Na, hát ez nem rossz. Jó, akkor legalább ez is megvan. Mit tudunk még összerakni amúgy? Más azt nem nagyon. Na jó, szóval akkor, ha jól vettem ki itt a dolgokból, térj vissza a halott városba. Micsoda küldetés, mi? Ahelyett, hogy egy jó nő karjaiba mennék. A halott városba kell mennem. De legalább hoztam a GoPro-t, levideózzuk. Ja, Istenem. Ha? Úgy nézel ki, mint aki valami bajt akar csinálni. Idegesíts csak így tovább a hatóságot, és akkor mind bajban leszünk. Most segberúgom őket, ne aggódj. Oliva olaj. Azt mondja, hogy elhagy. Pusztaság. Igen. Na, nyomok itt egy mentést, és szerintem itt lesz a vége a videónak, mert igen, már csak pár perc maradt hátra. Meg még fel is kell töltenem. Úgyhogy, na szóval szeretnék köszönetet mondani, hogy megnézted a videómat, meg hogy feliratkoztál, meg hogy lájkoltad, meg hogy megosztottad ugye Facebookon, Twitteren, ahogy mindig is szoktad, minden egyes videómat remélem. Következő részben természetesen ugyanúgy tengermély tisztelettel fogunk találkozni, meg minden ilyesmi. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!